egy kedves diákunk, tanárunk, kedves szülőnk, kedves vendégek. Ő úra van, és azt hívják, hogy őkkor kezdjük a műsort, igyekszünk pontosak lenni, hogy ne legyünk a műsorban. Jó? Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el egy rövid imádságra az elején. Atyám, neked adunk hálát ezért az egész évért is, és azért plusz, ami bennem volt. Úrunk, köszönjük az örömöket, amiket adtál nekünk, az új barátokat, az új iskolát sokaknak. Köszönjük úrunk a tanárokat, akiket adtál, az újakat és a régieket, a lehetőséget a tanulásra. És köszönjük úrunk a nehézségeket is. Úrunk, akkor is volt a háború félelmeiről, az elköltözés vagy a hazaköltözés. Úrunk, három kikapcsolgatás, és van még mindig. Nehézségek a tanulással, mert ezek közötte mindenünk voltál. Úrunk, köszönjük, hogy ezeket túljutva ma este itt állunk, úrunk, hogy örüljünk egymásnak is, örüljünk neked. Úrunk, arra kérünk téged segíts, hátunk mögött hagyni a nehézségeket, és betöltekezni a felülről való örömmel. Drága úrunk, szeretnénk elcsendesedni először a te igédelünk, és aztán örülni annak, amit elkészítettünk egymásnak, hogy egymás tudnakint személyedünk. Úrunk, ha akarod, ebben segíts bennünk. A Lukács evangélium a második fejezetében olvasom igét, Lukács 2, 8. versről kezdve, 14. versig. Lukács 2, 8-14. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és működtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelemben került rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljenek, íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jelenség a játszóban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelentek az angyalról, akik dicsérték az Istent és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedves tanárok, kedves diákok, kedves vendégek, csupa olyan dolgokról beszél az ige, amelyik jellemző ránk ebben a mostani korszakban. Mászorosok tanáltak a beszél a sötétségben, a nyájuk mellett törködve, nincsen villanyvilágítás és nem tudja generátor. Egyszer csak megjelenik az ugyan és nagy fényesség nagyobb jövőket körül, az Isten nincsőséget becsugározza őket. A sötétség és a világosság. A pásztorok, amikor meglátják az angyalt, félnek. Amikor az angyal megjelenik, a legelső szava ezt hozzájuk, ti ne féljenek. Ebben az évben mehetünk nagyon sok gyereknek, felnőttnek, tanárnak, szülőnek a szívébe volt, sokféle félelem. A háborúból, a helyzetből, amiben vagyunk, és ezzel kezdjük az angyal, hogy ne féljünk. Aztán beszél az örömről, amire mindenki vágyik. Bizonyára mindenki nagyon szeretne örülni. Azt mondja az angyal, én nagy örömet hirdetek nektek. Aztán beszél olyan dolgokról, hogy dicsőség a magasságban Istennek is földön békesség, ezt a békességet is annyira várjuk és annyit imádkozunk érte. Talán ezeket menjünk végig egy picit lépésről lépésre, picit mi jöjjünk el az ígéretnek az üzenetébe. A pásztorok ott vannak a sötétségben, és ebben a sötétségben jelenik meg a világosság. Ez a sötétség az, ami körülvesz minket nem csak úgy, hogy nincsen áram, most is a generátor, muzsikát, biztos halljátok, mert ennek a világnak a lelke is sűrű. Lelkileg a sűrűsítsége. Azt mondja az ige, hogy az Isten nélkül az ember a bűnben van. Mikor elszakadunk az Istentől, az ő világosságától, attól kezdve egyre inkább megyünk bele a sűrűsítsége. És az Isten fia azért jön el ebbe a világban, hogy nekünk világosságot hozzon. Fényt. Milyen rossz, amikor ott van sötét van, és nem látunk, hogy hová kéne menni. Éppen ma mosolyogunk a tanáriban, hogy édesanyám ott van, hogy látunk a hétvégén, amikor hazamentünk egyik este, akkor azzal fogadott, hogy hát sötétben ők felkelt is, mivel nem otthon, tapogatta, hogy merre van az ajtunk, a tükröt találta meg a nagy tapogatásával, megpróbálta kinyitni, le is esett a tükör a fal. Milyen rossz, amikor az ember sötétségnek van. Nem a biciklivel, ott ült a gyerek a biciklinek a házát, majd elvitte őt. Egy sötét kuhába voltak, nincs kivilágítás, nem volt rajta láthatósági mellé, sötétben ott lehetnek valók, amiket nem ismersz és nem látsz. Ezért fél sok gyerek a sötétben. Remélem, ti már nem félnek. Fel kell kapcsolni egy kis lámpát, hogy legalább valami kis világosság legyen. Jézus azért, hogy ebben a sötét világban világosság legyen. Jézus a fényt hozta el.
Tudjátok, amikor megnyújt az ember egy kis gyertyát, örülnek, hogy hát valami csillagosság van. Vagy van mindenféle tölthetős lámpánk, azt is megkapcsoljuk. Valaki a telefonjával világít, mint ki az előtt, de mennyire más, amikor megjött a világosság. Nem valami kis kicsátoló fény, hanem a fény. Jézus Krisztus ezt hozta el meg a sötét világot. Megjelenik az angyali és a pásztorok, elkezdenek félni. Félnek meg valami új van, valami szokatlan, valami, amit eddig még nem láttak, és ami újabb, az ember mindig fél, akármilyen jó legyen. Tudjátok, az ember még a megszokott rosszat is inkább elviseli, mint a jót, ami új. Mert azt még nem szoktuk, nem próbáltuk, nem tudjuk milyen. Az angyal jön, és azt mondja ezeknek a lázadóknak, ne féljenek. Ne féljenek, mert a nyilván sokkal jobb lesz, mint ami ezelőtt volt. Nem kell félni, mert veletek van az Isten. Tudjátok, ez nem csak olyan vigasztalás, amit az anyuka mond a gyereknek valamikor, hogy a kislányom ne félj, tehát miért ne féljek? Hát nem tudom. Nem kell félni, mert veletek van az Isten. Nem kell félni a háborúkról, nem kell félni ennek a világnak a sötétségétől, nem kell félni attól, ami körbevesz minket. Az Isten ott van velünk. Tudjátok, mi van a református egyház címerében? Az az egy kis mondat, az Isten velünk is oda ellen. Nem kell félni, hogy ma velünk van az Isten. És az, hogy Jézus Krisztus megszületett ebbe a világba, az éppen ezt jelenti. Velünk van az Isten. Az egyik neve Jézusnak ez, Immanuel. Itt van az Isten velünk. Mi az, ami átadva nekünk? A sötétségnek milyen fegyvere, vagy milyen hatalma, milyen háború, milyen pénzemberek, vagy politikusok tudnának az Istennel szembeszállni. Nyilván senki. És én az Istennél vagyok elhelyre, akkor nekem nem kell félni, és nem kell neked se. Ne féljetek. Aztán egy következő mondat ebből az igéből. Örömet hirdetek nektek, amelyik minden nép öröme lesz. Nyilván mindenki nagyon szeretne örülni, de olyan kevés sokunk van az örömre, ugye? Hát minek örülni? Annak, hogy nincsen világosság, annak, hogy sötétben vagyunk, annak, hogy háborúk vagyunk, hogy felvennünk. Hát minek lehet még ebben a mostani világban örülni? Azt mondja az angyal, született nektek egy gyermek. Ki a Fúr Krisztus a Dávid városába. Hát egy kisgyermek születése nyilván örök. Van itt köztetek olyan, akinek kisebb testvére született valamikor. Lehet jelentkezni. Ki az, akinek van kisebb testvére? Örültetek neki, amikor megszületett? A kuka bólogat, de nem biztos, hogy mindenki bólogat. Hát a kis testvérnek örülünk is, de nem is, mert akkor most megmozdult a figyelem. De a gyereknek általában szokott az ember örülni. Bemozdult egy kisbabát, nézzétek meg, mindenkinek külig kezd vérni a szája. Ki örül a gyerek születésének? Hát apuka meg anyuka biztos. Testvér, már kérdő jellete, de talán még úgy is. Nagyszülő, hát persze. De mindenki, az egész nép, hát talán mindenki nem. De Jézus egy különleges gyerek. Jézus van az Isten lett emberné. Az Isten jött le a földre. Az Isten itt van velünk, és ennek lehet örülni. Az egész nép öröme lesz. Tudjátok, egyszer egy kis mesét hallottam, a mese szerint összejöttek egy országnak a lakosai, és panaszkodtak a királynak. Elmondták a saját panaszukat. Azt mondja a kislány, apukám meg anyukám állandóan elfoglalt, és nem játszanak velem, és nekem nem jó. Aztán eljön a farkas, és azt mondja, én éhezek és fázok kint az erdőben, és nekem se nem jó. Eljön a ló, és azt mondja, harcba viszem az embereket a hátamon, és sokszor holtan hozom őket haza, nem jó. Jön a szarvas és elmeséli, hogy megmérgezték a folyókat, és nincsen már fű az erdőben, és nincsen mit enni, éhezek a családokkal együtt, nekem se nem jó. És eljön a földműves, és ő is elmondja, nem terem a föld, és kiégek itt a nap, kevés az eső, és nagy az asszály, nem jó. A királynak a követe jegyzi mindezeket a panaszokat, felírja a könyvébe, és azt mondja, hogy a király fog ebben az ügyben valamit tenni. Fog lépni valamit. Mindenki várja. És egyszer eljön a nagy hír, a király ajándékot küldött nekünk, amelyik minden bajunkat elrendezi. Összegyűlnek megint mindenki, a kislány, a kölműves, a szarvas, a farkas, a ló, mindenki. Az erdő szívén ott van egy kis kunyhú, összetákolva, mindenféle kövekből, nádval befedve, benéznek a kunyhú ablakán, ott van egy jászolban, egy kisbaba. Néznek és csodálkozunk. Ez az ajándék, egy gyerek. Hát mit tud nekünk ez a gyerek adni? Ez a gyerek majd elrendezi, hogy otthon legyen a szüleim.
Ez a gyerek majd megnyugítja a forrást és a folyót. Ez a gyerek majd ad nekünk enni, és majd békességet hoz, és majd teremni fognak újra a völgyeink. Azt mondja a királynak a követe, király elküldte hozzád a saját fiát, akinél nagyobb nincs, hogy része legyen minden nyomorúságodban, hogy ezekből a nyomorúságból felemeljen neked, és adjon neked ehelyett elégedettséget és örömöt. Azt mondta az angyal a vázlóknak, hogy hirdetek nektek nagy örömet, amelyik az egész vég öröme lesz. Itt van velünk az Isten fia, ennek lehet örülni. És meg egy utolsó gondolat, amikor megjelenik a többi angyalok és elkezdik dicsérni az Istent, elmondják azt a nagyon híres karácsonyi köszöntést, dicsőség a magasságban az Istennek, és a földön békesség, mi a békesség része koncentrálunk rögtön. A mi fülünk ezt hallja ki, hát persze béke, mi békét szeretnénk. De jó lenne, hogy a végre az oroszok meg az ukránok kibékülnének is, nem lenne több harc. Milyen szép dolog lenne, hogyha nem lenne feszültség Amerika meg Kína között, hogyha Irán meg Szaúd-Arábia nem feszülnének egymásnak, ha Észak-Korea nem fenyegetne atombombával, lehetne még sorolni Macedóniát, meg Szerbiát, meg nem tudom mennyi mindent. De jó lenne, ha lenne békesség. De a békességes rész előtt van még valami. Dicsőség a magasságban Istennek. Földön békesség. Tudjátok, lehet azért nincs békesség, mert nincs Istennek dicsőség adva. Azért, mert az ember magának adja a dicsőséget és magát próbálja mindig felhalasztani. Miért nem volt Jézus korában békesség? Mert a római császárok maguknak akarták a dicsőséget. Istennek képzelték magukat. Miért nincs békesség a világon? Mert az egyik másik ország, vagy kormány, vagy vezető magának szerető a dicsőséget megkaparítani. Én legyek a legnagyobb. Ameddig az Istennek nem adunk dicsőséget, addig nincs békesség. Nem akarok nagyon politizálni, de tudják, hogy ebben az országban a dicsőséget kinek szokták kívánni, kinek szokták adni. És aztán keresünk békét. Ameddig a saját életemben nem lesz a dicsőség az Istené, addig hiába várom a békességet. Ez így van másik is, az egész világban. Olyan szép ez a karácsonyi történet. Annyi aktuális üzenet van benne, vajon melyik szó hozzá. Sötétség és a világosság harca én bennem, a félelem, vagy velem van Isten és nem kell félni. Kisgyermek, aki örömöt hoz, először nekem, ha befogadom a szívembe, de az egész világon mindenkinek, hogy a békesség, amire annyira óhajtozunk, de először Istennek kellene adni a dicsőséget. Adja az úgy, mert tudjuk az eset tenni. Kedves egyébként is. Atyánk, magasztalunk téged, mert te nem adtál nekünk keveseket, mint saját magadat. Urunk Jézus Krisztusban, te jöttél le erre a földre, te lettél emberré és magadat ajándékoztatni nekünk. Urunk, az ünnepen nincsen nagyobb ajándékunk, amikor magunkat adjuk valakinek. Amikor van időnk a másikra, amikor meg tudjuk hallgatni és le tudjuk ülni mellé, amikor meglátogatjuk és együtt vagyunk, nincs nagyobb ajándékunk ennél. És nem tudunk nagyobb ajándékot adni neked se, mint éppen saját magunkat. Úrunk, hogyha letesszük az életünket a te kezedbe, ha felhagyunk a bűnös útjainkon, és járunk veled, Úrunk, ez a legnagyobb ajándék, amit viszontzásul adhatunk neked. Úrunk, köszönjük, hogy az életünk a tiéd, akkor megszűnik a félelem, akkor lesz világosság, akkor tiéd lesz a dicsőség, lesz öröm, és lesz béke. Úrunk, Jézus Krisztus, ami szívünkben kérünk, kerülj a helyére, de aztán minden más az életünkben helyére kerüljön. Írjuk,